És akkor menjünk tovább. Bizonyára találkoztatok már azzal a helyzettel, amikor repégyet akartok venni, és egy Apple eszközön többe kerül, mint egy Windowsoson. Ezt körülbelül 5 évvel ezelőtt hallottam először, vagy láttuk először, és a történet mögött a dinamikus árazás árnyalai jelennek meg, és hát azok, akik ennek előnyeit élvezik abban az esetben, azok a kereskedők, akik ugye ezeket a taktikákat tudják alkalmazni. Na most a dinamikus árazásnak van pozitív meg negatív oldala is, és egyik része a most következő előadásnak. Ugye egy elkereskedőnek jó érdeke, hogy jól tudjon labírozni a vásárlás szám, illetve a profit maximalizálás vonalain, hol az egyiken, hol a másikon, és ez az egyik jó eszköz, ha a termékeket jól tudja árazni, és hát ha több ezer termékről van szó, akkor pedig kb. Lehetetlen, hogy ezt kézzel tegye meg. Ugye itt van mellettem Donát Ruzsina, aki most műsorvezetőből előadóvá avanzsál, mi pedig a műsor, vagy a stúdiós tévés kameránkat ilyen nagyon szépen átfolyatjuk hozzá, és átadom neki a szót, hogy a PriceKit előadását megtarthassa. Köszönöm szépen, Krisztián, szeretettel köszöntök mindenkit a most a prezentációs formátumomban. Ugye nagyon jó volt a felvezetés, mert igazából erről is szól ez az egész úgynevezett árazási gondolkodásmód, amiről szerintem most már érdemes mindannyiunknak beszélni 2021-ben. Ugye alapvetően mindegyik kereskedő, gyártó vagy disztribútor, márkatulajdonos tisztában van azzal, hogy a választott ár az kulcsfontosságú a versenyképesség megtartásában, és egy adott ár, az elvárt ár és akár a termék minősége, vagy a márkaerőssége mellett, vagy a márka imidzse mellett a körülöttünk lévő piaci trendek és a versenytársak árait egyaránt határozzák. Ugye alapvető érdekünk, hogy ismerjük a mindenkori piaci árakat, mert ez lehetővé teszi, hogy lépést tartsunk a piacokkal, lássuk, vagy értsük, hogy mikor vannak csökkenő és növekvő trendek, jobban megértsük a saját vásárlóinkat, miközben figyeljük ugye a versenytársunkat. És ezzel egyetemben egyidejűleg előreéleszthetők a különböző változások is, amikhez adott esetben alkalmazkodni tudunk, vagy szükségszerűen alkalmazkodni tudunk. Ez az egyáltalán nem könnyű analízis vagy piaci megértés elég hosszadalmas és unalmas lehet, hogyha ezt ugye manuálisan csináljuk. Ugyanakkor, hogyha lehetőségünk van, illetve kipróbálunk egy automatikus árazó rendszert, akkor azonnal rengeteg időt és együtt a pénzt is spórolunk, vagy költséget spórolunk meg vele. Ugye az ár az még mindig egy domináns döntési faktor, ez egy közhely, de elég, ha kinyitunk bármelyik, akár friss piackutatást, ami az elkereskedelmi piachoz kapcsolódik, és ez folyamatosan gyakorlatilag megerősödik, alátámasztódik ez az állítás. Itt ugye egy-két példa van csak a képeken, az egyik például az árukeresőnek a tavalyi kutatása, a karácsony körüli kutatás, amiben az látszik, hogy mi ez a top 3 szempont, ami alapján választanak a vásárlók, és hát ebből kettő buborék, kettő karácsonyi gömb az árazással kapcsolatos, és ebből ugye 45%-kal a jó árérték arány szerepel. A Reactive Digitalnek volt egy Black Friday-a kapcsolatos tavalyi kutatása, az pedig kimutatta, hogy a vásárlás szándékozó ugye a vásárlás szándéka közelében lévő userek, látogatók legalább 3/4 árösszehasonlító oldalakon körbenéz, megnézi a legjobb árakat, mielőtt azt a bizonyos gombot megnyomja a checkoutnál, és sorolhatnék hasonló példákat, külföldön sincsen ez másképp, például a BigCommerce adatai szerint az Amazonon vásárolók 82%-a a Buyboxon keresztül vásárol, és ez az arány még sokkal magasabb a mobil felületeken keresztül. Tehát tényleg sorolhatnánk ezeket a példákat, de ez egész egyszerűen az árazás, az még mindig egy megkerülhetetlen téma, akár a mai napon is.
Na most hogyan árazhatunk ma? Hát van, aki egyszerűen nem áraz, vagy minimálisan, ez is létezik még, de hát azért nem annyira jellemző, főleg nem az elkereskedelmi piacon. Itt általában akkor fordulhat elő, hogyha valakinek valami extra szerződés folytán tartania kell az úgynevezett ajánló fogyasztói árakat, és akkor az árazási, ha most a stratégiai piramisokat már láttuk az előadások elején, akkor megint el tudunk képzelni egy ilyen bizonyos evolúciós piramist az árazás kapcsán, és ennek körülbelül a kezdetén van az, aki manuálisan, vagy adhok jelleggel áraz, reaktív árazó, leginkább ritkán áraz, és akkor is kézzel nézegeti hozzá az információt, és kézzel végzi az átárazást. Nincs ezzel semmi gond, el kell kezdeni ezt a dolgot valahol. Talán a leggyakoribb ez a félautomatizált árazás, ami körülbelül átlagosan úgy néz ki, hogy manuálisan zajlik a piacon a tengernyi versenytárs tengernyi termékének a figyelése, de magát a feldolgozást, az elemzést, azt már valamiféle makró segítségével Excel táblákban végzik, jellemzően valamiféle ökölszabályok mentén, költség plusz haszon kulcs. Ez is egyfajta reaktív megoldás, és már valamiféle gépesítettséget feltételez, és azt lehet mondani, hogy az árazási evolúció csúcsa, amikor ez teljesen automatikusan működik, adatalapon, automatizmusok segítségével, ugye értelemszerűen, és már használnak hozzá, vagy figyelembe vesznek egy úgynevezett előre beállított stratégiát, meghatározzák, hogy ők milyen árpozícióba szeretnének lenni, és a stratégia mentén működik az automatizmus. Ez egyfajta proaktív árazás, tehát azért proaktív, mert bár reagál az árakra, de proaktív módon teszi, tehát előre meghatározott szabályszerűségek, kritériumok mentén, és nagy adatok figyelembevételével. Jó, hát mi az, hogy automatikus árazó megoldás? Gyakorlatilag nincs semmi csoda a dologban. Jellemzően az történik, hogy egy külső harmadik partner automatikusan begyűjti a versenytársak termékadatait, és ezt összeveszi a saját adataimmal, saját termékadataimmal. Ennek eredményeként én megállapíthatom a saját, és a piacra is dobhatom a saját úgynevezett egyensúlyi áramat, ami pontosan a túl drága és a túl olcsó között van, nem meglepő módon. Ugye a túl drága árat nem veszik meg, ott bevételtől esek el, a túl olcsó esetén pedig profittól. És hát az automatikus árazás másik nagyszerű hozadéka, hogy a szereplők, akik ilyen rendszereket használnak, gyakorlatilag nagyon gyorsan tudnak akár árakat emelni, vagy árakat csökkenteni, és így le is győzhetik a versenytársakat, és ez még mindig nincs vége az öröm résznek, hiszen ezt több ezer termék esetén és nagyon sok versenytárssal együtt tudják megcsinálni. És itt ki lehet mondani, hogy a digitális piac hozadéka és egyben az evolúció csúcsa az árazás tekintetében az úgynevezett adatvezérelt dinamikus árazás. Ez az, amivel a PriceKit is foglalkozik egyébként. Jó, hát kinek hasznos ez az egész dolog? Igazából mindenkinek hasznos, akinek egynél több terméke van, és vagy itt egy jellemzően olyan termékeket értékesít, vagy akár szolgáltatásokat, amik nagyon könnyen helyettesíthetők és összehasonlíthatók a piacon, illetve aki profitot szeretne maximalizálni. Első és legfontosabb célcsoportunk, kereskedők, elkereskedők. Ez itt azért jellemzően előfordul, hogy több termék fordul el, amiket összehasonlítanak vásárlás előtt a vásárlók. De nem csak nekik jó, hanem jó a gyártóknak, a márkáknak és a disztribútoroknak is. Miért jó? Az ügynökségekről meg később. Miért jó nekik? Mert hiszen, bár ők az értéklánc legelején vannak, de a gyártónak is épp ugyanolyan fontos tudnia azt, hogy a saját továbbértékesítőik, vagy a kiskereskedői partnereik egyáltalán árulják-e azt a bizonyos terméket, árulják, mennyire árulják, mikor, hogyan akcióznak, és van-e belőle mondjuk készlet, vagy nincs. Itt ugye tudjuk pontosan, hogy egy gyártó nem határozhatja meg a kiskereskedőknek, nem írhatja el, hogy milyen áron áruljanak, nem szólhat ebbe bele, ajánlhat. De azért higgy el mindenki, hogy döntéstámogatáshoz
tárgyalásokhoz, nagyszerű összetett információkhoz lehet így is jutni egy ármonitoring eszköz segítségével, akár gyártóknak, vagy márkatulajdonosoknak is. Egész egyszerűen képben legyenek a piacokkal. Ügynökségeknek is egyébként hasznos adatokkal tud szolgálni, hiszen adott esetben, ha az egy fontos információ egy fizetett Google kampány esetén, hogy az az adott termék ténylegesen mennyire piacképes áron van, vagy nincs, és hogy ez szabályozhatja azt, hogy mikor kapcsolódjon be, vagy ne kapcsolódjon be egy kampány, hát itt van a hozzáadott értéke az ügynökségek számára, vagy lehetséges. Jó, egy pár gondolat, hogy mégis mire kapunk választ egy repricing rendszer segítségével. Megtudhatjuk például azt, hogy kik azok, akik uralják a piacot, kik azok vezérlik az árakat. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan szereplők, akik hasonló vagy ugyanolyan termékeket árulnak a piacon, és mindig ők azok, akik elkezdik az ármozgatást, vagy fölfele, vagy lefele. És utána mennek a többiek. Ezek grafikonon, chartokon tökéletesen láthatók. Az is kiderült belőle, kik az árlettörők. Kik azok a szereplők, akik egyébként folyamatosan úgy beakcióznak, hogy ez már nyilván lehetetlenség követni, vagy nem érdemes követni. Vagy egyáltalán az is kiderülhet, hogy azok a szereplők, akiket én azt hittem, hogy versenytársaink, vagy valamiért figyeltem, valójában nem versenytársak, pont például azért, mert az előző kategóriába tartoznak. Azt is láthatjuk, hogy mennyire hullámzó a piac, mennyire volatilis, hogy változó a piac árazás szempontjából, tehát vannak olyan kategóriák, termékek, vagy piacok, ahol naponta változik az ár, vagy akár hetente többször, és van, ami egy-két hétig teljesen nyugodt, illetve vannak olyan piacok, akik mondjuk szezonális esetben változnak csak. Az is nagyon fontos dolog, hogy egy-egy adott ár mögött van-e készlet, hiszen egy bizonyos ár, legyen az egy jó ár, egy olcsó ár, úgy tűnik, hogy ez egy izgalmas, vagy egy vonzó dolog lehet a piacon, vagy a vásárlók számára, de egyáltalán nem az, vagy nem olyan értékű ez a bizonyos olcsó ár készlet nélkül, mint a mögött van a készlet. Ezt szerintem nem kell tovább magyarázni, mindenki számára egyértelmű. És hát az egy fontos dolog, hogy nagyon gyakran, amikor árazásról, vagy elkereskedelemről van szó, ott azért elsőként mindig mindenkinek az ár csökkentés, vagy az akciózás ugrik be. Hát nem. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy elkereskedő tudja, és pontosan tudja, hogy mikor, mi az a pont, amikor árat tud emelni. És még így is eléri az úgynevezett árazási stratégiát, a árazási pozícióját. Minden egyes ilyen esetben, amikor árat tud emelni, akkor gyakorlatilag ugye a profitját maximalizálja, ehhez közelít. Na most ez egy több ezres, több százas portfólió esetén manuálisan ellenőrizve gyakorlatilag lehetetlen rájönni, hogy mik ezek a rések, amikor valaki árat emelhet, de ebbe egy árazó szoftver, egy árazó megoldást tökéletesen tud segíteni. Jó. Mindezek után érdemes végigvenni egy gondolat erejéig, hogy mi kell az induláshoz. Hát gyakorlatilag nem sok minden, kell egy regisztráció, meg egy fiók, meg kell adni 3 alapadatot, kik a versenytársaim, és milyen termékeket szeretnék figyelni a piacon, és milyen árstratégia mentén működök, piacvezető szeretnék lenni, vagy esetleg mindig második, vagy harmadik a piacon, vagy akár valami versenytársat követnék. Na, ezt meg kell tudnunk adni, és utána elindul az auto-matching. Itt gyakorlatilag a termékek automatikus párosításáról van szó, amit egy algoritmus segítségével végzünk el. Te lehet dönteni azt, ezek az auto-matching folyamatok, ezek az automata párosítások, termék elnevezése, EAN kódok, akár képek és egyéb jellegzetesség alapján történnek teljesen automatikusan, tehát nem kell itt keresgélni az interneten, hogy egyes termékek összepárosodjanak. Na most, hogy milyen termékeket nézünk, itt egyéni választás állhat minden egyes döntés mögött az alapadatoknál. Valaki a teljes termékportfólióját nézi, valaki azt mondja, hogy Pareto alapján csak azokat nézem, amik a bevételeim, azt a pár terméket nézem, ami a bevételem legnagyobb százalékához járul hozzá. Van, aki csak egyes brendekre kíváncsi, és valaki egyes kategóriákra kíváncsi, ez teljesen egyénileg megszabható. Jó, de hogyan zajlik egy ilyen úgynevezett automata árazási folyamat?
ez sem túl bonyolult, hiszen majdnem mindent a gép csinál helyettünk. Történik, figyelünk termékportfóliót, és akkor megtörténik az árváltozás a figyelt termékben. Ez az információ azonnal megérkezik a szoftverről, a PriceKit-be, az ügyfél már itt kaphat egy értesítést magáról az actionről, és ez az adat ugye azonnal feldolgozásra kerül, a rendszer elkezd ezzel kalkulálni, és hogyha megadott egy árstratégiát, amivel ő a piacon egyébként az optimális ársávba szeretne mindig lenni, akkor ez az új ár gyakorlatilag kiszámításra kerül, és le is olvasható. De közben lepörögnek bizonyos biztonsági beállítások, be lehet állítani, hogy mi az a minimum vagy maximum ár szint, ami alá sose menjen az a bizonyos ár, vagy ami fölé sose menjen, mert ez már sértheti az üzlet érdekeinket. És akkor a végén, ugye ez a úgynevezett kiköpött javasolt ár megjelenik értesítési formában, amit adott esetben rendszerintegrációk esetén egy jóváhagyással már is áthívhatunk, vagy átvarázsolhatunk a saját ERP-nkbe, és akár fel is írhatjuk az aktuális árakat a megfelelő árakra, vagy pedig aki Excel mániás, letöltheti Excel formátumba is, otthon maga nézegeti az árakat. Jó, hát van jó pár gyakorlati alkalmazása a rendszernek. Például tökéletes támpontot adhat, hogyha valaki új termékpiaci bevezetésén gondolkodik, itt egy tök jó, teljes átfogó piaci térképet kaphat. Kik vannak a piacon, milyen árakkal, hogyan mozognak az árak. Ez egy nagyon fontos alapeleme lehet egy ilyen döntésnek. Elinduljon az új terméke, vagy ne induljon el. Kinek van készre, kinek nincs, és a többi, és a többi. Ugye itt ezzel a sok adattal egyetemben infót szerezhetünk a piaci újdonságokról, mik az új szezonális termékvariációk. Azt is megtudhatjuk, hogy mik azok a termékek, amik a saját portfóliónkból hiányoznak, mert mondjuk a fontos versenytársainknál megvannak. Illetve ugye nagyon fontos gyakorlati alkalmazás, hogy akár értékesítési csatornánként is megvalósíthatunk egyedi árazásokat. Elképzelhető, hogy valaki, egy-egy kereskedő az árukeresőn értékesít egy bizonyos, vagy valamelyik árösszehasonlító oldalon értékesít egy pár termékkategóriát, és valamit nem akar ott értékesíteni. Különböző árstratégiákat lehet beállítani, és ezt nagyon jól lehet, és egyszerűen menedzselni egy-egy ilyen rendszer segítségével, mint például a PriceKit. És hát az eltérő versenyintenzitásokra is tudunk reagálni, eltérő árbeállításokkal, árpozíciókkal, tehát lehetséges olyan termékkategória, ami nagyon erős versenypiacon dolgozik, mondjuk például egy szórakoztató elektronikai cég, egy notebook, itt azért nagyon erősen pörögnek az árak, és lehetnek olyan mondjuk kiegészítőink ehhez kereskedőként, amiknek kevésbé volatilis mozgó a piaca, ezeket is szuperul, szeparáltan be lehet állítani egy ilyen rendszer segítségével, úgyhogy automatikusan ennek a stratégiának megfelelően, a versenyintenzitásnak megfelelően pörögnek. Jó, hát a potenciális hozzáadott értékei ennek megfelelően a megfelelő árpozícióval bevételnövekedés lehet. Az, hogy a manualitást, tényleg teljesen felesleges manualitást kivesszük a működésből vagy a rendszerből, így a profitot is tudjuk ezáltal maximalizálni, hiszen csökkenhetnek a költségek, és az potenciális és gyakoribb áremelés lehetősége lévén pedig tényleg szintén ez is a profit maximalizálást tudja támogatni. Ami nagyon fontos, hogy ugye növekedésről, szintlépésről beszélünk, ez az automatárazó rendszer egy olyan megoldás, ami az üzlet növekedésével együtt tud növekedni. Tehát azt lehet mondani, hogy ez tényleg egy üzlettel együtt növekvő rendszer, nem éri el a felső kapacitását elég sokáig, ezt biztosan állíthatom. Márka tulajdonosok esetén, hogyha sokkal stabilabb és átfogóbb rálátása van a piacokra egy-egy ilyen rendszer használatával, akkor az gyakorlatilag a márkát erősíti a nap végén, hiszen az úgymond orvul leárazók azért kihullanak a rendszerből elég hamar, akik egyébként a márkánkat ronthatnánk, vagy a márkaértéket ronthatnák.
és amiről már korábban is szó volt, ez egy úgynevezett és digitális piacra jellemző adatvezérelt, tudatosabb működést támogat, tesz lehetővé, amit én saját magam kreálmánya szerint úgy hívok, hogy proaktívan reaktív árazást tudunk vele megvalósítani. Jó, nagyon gyorsan, miket érdemes figyelembe venni egy ármonitorozó eszköz kiválasztásában, például, hogy honnan szedi az adatokat. Nagyon sok ármonitorozó eszköz a piacon csak az árösszehasonlító oldalakat veszik figyelembe, a PriceKit például és a magasabb szinten működő megoldások, a weboldalakat is, akár marketplace-eket is külföldön is képesek olvasni. Milyen egyszerű a setupolás, bonyolult vagy egyszerű, milyen integrációkat kíván, mennyi akár webshop motorhoz van integrációja. Itt a milyen adatokat gyűjt, az is egy azért itt megállnék egy pillanatra, mert az áradatokon túl igen fontos lehet egy kereskedelmi döntéshez az, ugye már említett készletadat, vagy akár szállítási költségadatok is, tehát hogy azért kicsit komplexebb az árazáson túl az adott döntéshozás egyes esetekben. Mennyire informatív a dashboard, mennyire szép színesek a chartok. Előfizetési modellben működik a esetek többségében, itt azért az árakat úgy érdemes összehasonlítani, hogy mögötte milyen funkciókat kínálnak. Ez magától érthető, hogy mennyire felhasználó barát a platform, ahol eltévedünk, az nem annyira jó, ami szájbarágosan megmondja, hogy mit kell tenni, az egy baráti, és hát szintlépés az adott esetben kiléphet az ország határain túl, tehát hogy egy profi rendszernek azért különböző valutákat, különböző országban futó marketplace-eket is tudnia kell olvasni a teljes kép érdekében. Összefoglalásként. Átölelve az első előadást is, a szintlépéshez én azt gondolom, hogy először is kell egy megfelelő stratégia, egy átfogó üzleti, egy térkép, egy iránymutató, és ezzel az üzleti tervvel már a birtokunkban az adott célnak megfelelő eszközöket javaslom a kiválasztásra, tehát nem akármilyen eszközöket, és nem az eszközökből választjuk ki a stratégiát, hanem fordítva, és ezeknek a különböző eszközöknek azon túl, hogy a célt kell támogatniuk, összhangban kell működniük egymással is, úgy lesz az igazi siker. Az adatelemzésről, adatgyűjtésről rengeteget lehet olvasni mindenféle publikációkban. Itt azon túl, hogy szinte közhelyé vált, hogy az adatokat érdemes is tudni kell gyűjteni, itt az adatokat struktúráltan kell tudni gyűjteni, aztán értelmezni is kell tudni, és aztán normálisan, célszerűen felhasználni. Tehát ezt a flow-t, ezt a kört érdemes azért lekövetni, és így lehet véleményünk szerint a legjobb, legoptimálisabb döntéseket meghozni, és ennek a folyamatnak állandó jelleggel kell működnie. És itt egy finom felhívás a proaktív viselkedésre, vagy a piac megismerésére. Úgy vélem, hogy ezek a különböző adatalapú automatizmusok rövid időn belül úgynevezett közművé fognak válni, mint egy áramszolgáltató, vagy mint egy gázszolgáltató. Tehát előbb-utóbb észre sem vesszük, és úgy beleszöknek a húsznak az életünkbe, mint az automata mosógép annó a háziasszonyok életébe. Érdemes megismerkedni ezekkel a rendszerekkel, mert különben, ha nem mi tesszük, akkor helyettünk másra fognak szintet lépni. Köszönöm szépen a figyelmet, és ha vannak kérdések, akkor válaszolok is rá. Jó. 2 percig maradt. Oké. Fapados árazási kérdés. Van arra iparági tapasztalat, jó gyakorlat, a szállításra a költségérő kedvezmény elemként is működte, inkább termékárba célszerű beépíteni. Szuper jó a kérdés, viszont azt javaslom István, hogy ezt a kérdést inkább stratégiai irányból érdemes megközelíteni, tehát nem árazó szoftver kapcsán, mert ez alapvetően egy árazási stratégiai kérdés, tehát mi, amit csinálunk egy ilyen megoldással, összeszedjük a piacon lévő árazási adatokat,
és adott esetben ebben benne vannak a szállítási költségek is, amit szintén ki tudunk mutatni, de az, hogy ez hova tagozódik, az alapvetően árazási stratégiai kérdés. Az, hogy mibe célszerű beépíteni. Folyamatban van a Shopify rendszerrel való összeköttetésünk, ez azért a világ egyik legdurvább webshop motor megoldása, és éppen ezért folyamatban van, de dolgozunk rajta, már a végén járunk. Oké, és még egy utolsó kérdés, milyen hatás lesz, ha mindenki adatalapú automatizmusokat, algoritmusok irányítani a piacot? Hát igen, akkor szörnyű, fekete világ vége következik el, hogyha algoritmusok irányítják majd a piacot. Én ezt nem látom olyan rémisztőnek, ez egész egyszerűen beleépül az emberek hétköznapi életébe, tehát itt azt kell megtalálni azt a választó vonalat, hogy tényleg üzleti döntéshozók hogy értékelik, hogy mik azok a manuális megoldások, manuális feladatok, amiket nagyon-nagyon jól ki lehet szervezni automatizmusok felé. Az algoritmusok pedig, miután folyamatosan tanulnak, ezért úgy gondoljuk, hogy egyre okosabb ötletekkel tudják támogatni az üzleti döntéshozást. Nem fogják sosem ők irányítani a piacot, mindig az emberek fogják irányítani a piacot. Köszönöm szépen a kérdéseket!